Szevasztok gyerekek, köszöntök mindenkit! Hát itt lennénk egy újabb CMT a B3 leszentudás videóval, amiben hát pár változást fogok mutatni, bemutatni. Nem tudom, szerintem az E60-at azt nem mutattam a live-ban, meg az előző videókban, de az most jelenleg így néz ki, ilyen ezüst festést kapott. Mindjárt megnézzük közelebbről, csak addig nem akarom megmutatni, ott van egy dolog. Szóval... Hát két jármű is jött a házhoz. Ugye azt emlegettem, hogy még a live-ban, hogy a Fed volt azt hát, hogy elcserélem egy Sanchezre. Hát ha a cseren nem is jött össze, de hát mégis is kicseréltem rá manuálisan, nem egy az egybe, hát itt van egy Sanchez, mindjárt megmutatom, hogy milyen, meg hogy mit, hogy amennyit vettem. Ez az OFF rendszám, úgyhogy az lesz ez, igen. Szóval itt van a BKL, az volt a Harley Davidson Fatboy, ami ugye három Venom, három versenyes volt. 110 000-be adtam el a gépet. Egyébként elég sokáig hirdettem, mert úgy hirdettem, hogy Sanchezre cserélném. Még rá is fizettem volna, hogyha úgy van. Volt egy kettő jó Sanchez, de cserélni, vagy beszámítani nem nagyon akarták a Fatboyt. Úgyhogy akkor úgy voltam, hogy inkább eladom egy magába. Nem tudom mennyit érhet, 110 000-be adtam el, lehet, hogy ez kevés érte, lehet, hogy ez pont jó esetleg, nem tudom, de lett adva. Aztán utána már Sanchez-t kerestem, és hát találtam egyet, 75 000-ért sikerült megvásárolni egy Venom, két verseny, két alapos Sanchez-t, viszont hát mindenféleképpen az előny, hogy van benne Venom. Ez csak az a bajom, hogy pont a turbón van a Venom, amire én nem tettem volna. Nekem arra elégedett volna a verseny, és inkább a motor, vagy az EQ, vagy a váltón lett volna a Venom. Mert ez egy motoron azt hallani, hogy a turbo, hogy sziszeg, az kicsit érdekes és irreális, szürreális. Szerintem, na mindegy, az a lényeg, hogy a váltó és a motor minimum versenyes, ugye, meg hát az EQ-ra még majd lehet, hogy kéne rakni, versenytuningot nem tudom, így is az elég jól megy, szerintem. Aztán kapott egy festést, kettőt, mert zöld volt, nem zöld volt, narancssárga volt, meg fekete, hogyha jól emlékszem. És hát ilyen lett, úgymond, hát én, nekem nagyon tetszenek a Suzuki DRZ-k, nem mondjuk egy ilyen nagy crossmotor, minek mondjam, követőnek, fannak, de ezek már régóta tetszenek, és hát nagyjából azt hiszem így nézhetnek ki, legalábbis a színes szállítások hasonlóak, még ha nem is pont ugyanilyen, de meg ez így, szerintem kultúráltan is néz ki. Jól is megy amúgy, egykerekezni is lehet vele simán. Tehát nekem tetszik, mert ezzel most lehet mindenhova járni. Ilyen terepeken, mert a Fatboy-jal szerintem az lehet, hogy egy kicsit nonos lett volna, hogy mondjuk a hegyekbe mászkálok, meg a sivatagba, homokba, ahol nincs út. Ezzel viszont ott is lehet, mert hát ez egy cross motor, ezzel lehet az RP-s. Na viszont. Lehet, hogy 9 darab járművem van, ami persze változni fog mostanában. Ugye mondtam, hogy változás történt, hogy két autó került, két jármű került a házhoz. Egyébként közben megvan a 97 000 perc, már csak 3000 kell is megvan a 100 000 percem. Ez már nem kevés. No. Live-ban arról is beszéltem, hogy a... Hát beszéltem egy autóról,
hogy az nagyon tetszik, és hogy egyszer úgyis beszerzek egy olyat. Hát annak elég hamar rájött az ideje. Kérdeztem is, hogy mennyibe kerül mostanság, és hát akkor is sikerült megvásárolnom. Menjünk szépen be a garázsba. Egyébként a Nissanon is volt egy kis változás, azt látjátok. Most már nem az a... nem annyira sárga a festése, hanem már inkább ilyen holványabb, barnás színe van neki. Nem olyan erős. Szerintem így sokkal jobban néz ki. Na viszont, pont erről az autóról is szó lesz majd, hogy tök vicces, hogy este, nem is tudom hova akartam bele menni, kiengedtem a kéziféket, én meg azt hittem, hogy még nem. Hátratolottam, nekimentem a Sáncheznek, összetört csomagtartó, hátsólökös, minden. Mentem szerelőz, ott hagytam 4000-et, és ahogy megyek ki, nem ment le még teljesen szerintem a kapu, meg hát le is volt ültetve elég rendesen. És hát megtört az ajtó. Nem mondom, hogy én már nem maradok ott, még egyszer nem állok még egyszer ott sorba, úgyhogy inkább eljöttem a rágba. Hagytam. Na, erről is mindjárt beszélek, hogy ezzel mi lesz igazából. Na viszont a másik lényeges változás. Emlegettem live-ban, hogy szeretnék egy Challengert, Dodge Challengert, ami itt is van, gyerekek. Újabb autó a háznál. Ezzel ne az. És most 9 jármű van a nevemen, de valószínűleg 8 lesz így a napokban majd. Meg hát látjátok, nincs olyan sok pénzem, úgyhogy azzal is nagyon szűkös vagyok. Igaz, hogy ma learatom a farmnak kb. A felét, holnap meg a másik felét, mert elég szarul. Növekednek, elég szarul érnek be. Most csak chili paprikát ültetek, és elég szorul jött ki az előző aratás. Még a 13,2-es átlag jött ki körülbelül. Úgyhogy 11 kötőjel 17 darab jöhet egy darabról. Egy bokorból, igen. Na szóval itt lenne ez a gépezet. Ugye mondtam, hogy nagyon tetszenek ezek. Brutális gépek amúgy. És hát lett egy itt volna. Át is alakítottam egy kicsit. Volt rá egy változtatás. Bőven, ezt nem tagadom. Nem olyan sok, de... ja. Na, kezdjük az elején. Megvettem a Sanchez 75 000 ér. Maradt 500 valahány ezrem. A lényeg, hogy a bankban volt 500 ezer környékén volt. Igen, és volt SSC olyan 7500 körül, meg a kezemben volt még 30 000. Aztán hirdetem ez is elég sokáig, nem nagyon hívtak, aztán az egyik este, meg is mondom melyik nap, hát le is lövöm a poént, 14-én este, ezt mikor felveszem, most van, ma van 21-e, este hívtak, igen, hogy lenne egy Dodge Challenger, mondom fasza, és hogy mivel van felszerelve, milyen tuningok vannak benne. Hát mondta, hogy 4 Venom, Airride, és így ennyi. És mondom, mennyi az ára, mert elég jól hangzik. Azt mondja, hát, igazából ajánlatokra vár, de mondom, egy irányára azért csak van neki, azt mondja 550 000. Úgy voltam vele, hogy ha 600 000-be kerül, akkor én azt a pár tízezeret még gyorsan összegyűjtöm, csak hadd vegyem már meg. Nincs, hogy 550 az irányára. Hát mondom, pakker. Ki lehet próbálni? Jött az északi benzinkútra. És akkor, ugye, hogy ne kell messze mennem. A Sanchez addig ott volt a városházán. Aztán idehozta. Hát mondom, ez fasza, ez nekem kell. Akkor fehér színű volt. És igazából ennyi. Megvettem, és hát ugye kivettem a pénzt, 5000-et levont, 520 000 volt azt hiszem nálam, de hát mondtam a csávónak, hogy igazából nem nagyon akarok annyit adni érte, hogy utána nem maradjon nekem pénzem, mert elég szűkös volt így a keret. Hát lett belőle az, mondott először 530 000-et, hát akkor mondtam neki, hogy kicsit szűkös így az egész, és akkor mondta, hogy akkor legyen 500.
Hát mondom, hogy jól van. Úgyhogy megvettem 500 ezerért. És ezzel belőle. Nem is, hogy ári felnyomott volt rajta, hanem az a felnyomott volt rajta, ami arra hasonlít, csak vékonyabbak az ágak. Tehát erre a Volk rendszámra kerékre hasonlít, csak vékonyabbak a hát az elágazások. Úgyhogy ennyi, az a felnyomott volt rajta, ugyanúgy feketén átteszem, kellett átfestenem, viszont lefestettem szürkére a kocsit. Annyi, hogy a kerékre raktam verseny tuningot, mert az ugye nem volt drága, az 7500 azt hiszem. Szálljunk így beszéltem és menjünk vele. Ugye erre már volt benne. Hát az izzón egy kicsit alakítottam, de szerintem ez is lehet, hogy átszállítom a sima feketére, és akkor csak a tehát nem lesz fénye neki igazából. Úgy, mint a D60-on, meg a P1-en is olyan amúgy. No. Hát ez most a Challenger, ugye 4 Venom, egy verseny. Hát a fékre is szerintem felrakom a verseny tuningot, csak az is 15 000 vagy mennyi, vagy 17 500, tököm se tudja, tök mindegy. Aztán összkerekes, úgy vettem. Meg fennit cseréltem, meg raktam rá bodyt, szélesítést, és még 50 000-et ráköltöttem a kerék szélesítésekre előre hátra, tehát az extra szélesek vannak rajt. De nem tudom, gyerekek, hogy mi legyen, hogy legyen, mert igazából ez se ér ki teljesen sajnos a szélesítésig. Egyedül a VVS felni ér ki, de azzal szerintem nem mutat jól, tehát maga a felni az nem illik ez a kocsihoz. Ez az, ami illik, de nem ér ki a széléig, úgyhogy ezzel a kerékkel csak ez az egy gondom van. De hát végül is szerintem így is nagyon-nagyon tűrhető a kinézete. Szerintem, erről írjátok le majd a véleményeteket, hogy ez így jól néze ki, de gondolkoztam felni cserén, és nem tudom, hogy ha rárakok egy új felnit, hogy akkor a kerék szélesítés mint tudnénk, hogy az eltűnik-e róla. Ezt nem tudom, úgyhogy ezért óvatosan akarok vele bánni. Mert hát igazából, ahogy nézegetem a kerekeket, rák meg ezt a szar. Ugye tökömet csinálsz. Hát ezért akarok rá fake tuningot rakni, mert még elég érdekesen fékez néha. Meg lehet, hogy felfüggesztés is rakok majd, de nem tudom, mert emelkedik nagyon fékezéskor is, meg valamikor ide-oda dobál. Hát még egyelőre ilyen, de megy az a lényeg. Durulj, mi nem durok, de hát ennek nem is ez a dolga szerintem. Most megnézzük a speed testet. Én ezzel magsebességet még nem néztem. Talán amikor a csávó vitt egy tesztkörre, akkor de akkor se figyeltem a maxsebességet, úgyhogy ezt most fogjuk kipróbálni. Ahhoz képest, hogy már 14-e óta megvan. Kb. Egy hete. Főleg, hogy ma van 21, akkor igen. Egy hete van meg. Bocsánat, még nincs meg egy hete, mert este vettem meg. De mindegy. Ez már részlet kérdés. Jövünk egyet tesztelni. Hát most a Sanchez azt nem mutatom meg szerintem, hogy az hogy megy, mert az még úgyis változni fog. Meg a, úgy sincs kifullozó, nincs benne a 4 alapvenom, de nem is lesz amúgy. Már csak egy EQ verseny EQ-t rakok rá, csak az is 25 000 hogy menni, úgyhogy az még necces. Na de nézzük akkor a gyorsulást, meg a végsebességet. A gyorsulása elég jó, városban is nagyon jól gyorsul. Tehát nincs az, hogy hamar letilt kis sebességnél 300 7-8. Én inkább 8-nak mondom, 308 a vége. De lehet, hogy inkább a 6-os meg a 7-es között ugrál, nem tudom. Ez nem drive type-os, így van, ez nem. Ez nem is akarok rá azt tenni, mert akkor csökken a végsebesség.
Hát meg a modolt hangja az, ami nagyon nem illik hozzá, de nem tudom, hogy hogy működik, hogy melyik autó helyére rakták ugye be, mert akkor úgy modolnám az alap GTA-t, hogy akkor annak az autónak cserélném ki a hangját, és letöltenék egy, hát egy valamilyen V8-as hangot, mert az viszont szerintem akkor brutális lenne. Úgyhogy erre egy versenyfék fog még jönni. Aztán igazából ennyi. Szerintem kész is lesz akkor már. Na viszont, amiről még beszélni szeretnék, az az, hogy szerintem a Nissan-t el fogom adni. Nagyon azon gondolkodom, mert főleg így, hogy most így mégiscsak 1000 dollár óránként mínusz. Hát de meg nem is az a baj, mert az annyira nem zavar. Annyira nem nőtt a szívemhez igazából. Még mégiscsak sok pénzem van benne. Azért lehet, hogy el fogom adni. Nagyon gondolkodom rajt. Erről is írjatok véleményt, hogy szerintetek eladjam-e vagy sem. Gondolkoztam, hogy csinálok róla egy külön videót, egy ilyen rövidet, hogy mi a véleményetek az eladásáról, hogy eladjam-e vagy sem. De szerintem úgy elfogom, ezért is gondoltam meg magam a rövid videó elkészítéséről. Igazából jól néz ki meg minden. Tehát így, hogy ahhoz képest, hogy nem egy felső kategóriás autó, ahhoz képest drága a javítás és könnyen is törik. Olyan kb. Mint a BRZ, nem tudom most miért indexeltem amúgy. Meg hát mondjuk azt sem tudom, mennyire tudom eladni, mert fingom sincs a mostani áráról, hogy mennyibe mehet. Jó, addig kiállok szerintem. És ezzel fogok most majd menni még, szerintem. És hogy nem tudom. Na most... hát valószínűleg el fogom adni. Igazából... 4 Venom, 3 verseny, Airride, állítható meghajtás, LSD ajtó, matrica, egyedi rendszám. És azt nézik még, sokat se futott, úgyhogy más a szem, nagyon nincs rajt. Színezett izzó, kerék. Azt így ennyi. Hát jól néz ki. Hát most driftelni, igazából tudok a Supra-val is, tudok az E60-nal is. Ha nagyon akarok, a Subaru-val is. Meg a drága javítás a kicsit. Persze ezek most így gyűjtöm itt az okokat, hogy miért adom el. Igazából nem nőtt annyira a szívemhez. Ez miértlenül jó kocsi, szerintem. Valóságban is. De hát értitek. Ez itt CMT-en mindig más. Forzában azért el vagyok fele, mert ott brutál jó hangja van. Hát ez van. Nyugodtan bele, hát menjünk egyet. Átalakítjuk, egyedivé tesszük. Na hát eladom, de nem tudom, hogy mennyiért lehetne eladni. Nem tudom, hogy mennyit érhet. Én meg is hirdetem, hát ha jön is már valami. A telefonon mennyi pénz van, nem sok már. 1400, hát egy 2000-et majd rárakok. Meg hát akkor lesz pénzem, akkor át meg tudom csinálni ezeket az átalakításokat. Egyébként lehet, hogy
Rakok majd elrájdot. Te lehet, hogy fölösleges, de rakok majd elrájdot szerintem a Jeepbe is. Mert ez milyen kemény már. És fölemelem furra. Szerintem akkor is már jól fog kinézni. Már is jött egy SMS, jól van. Meg le is tudom ültetni, és akkor is szerintem jól néz neki. Úgyhogy nem tudom. Most azt a 20 ezeret azért csak megérni. Hogy van 4 Venom, 3 verseny, Airride, matrica, rendszám, állítható meghajtás. Mi van még? Airride, matrica, rendszám, állítható meghajtás, más a szem nincs, ugye? Ja, LSD ajtó. Jött még egy SMS amúgy most. Mit tud és mennyibe kerül? Meg is leírjuk. Privet, 4 vers, 4 Venom, 3 verseny, Airride. Ja, meg hát optika, de hát most ez dolláros extra. Ha azt nézzük. Airride, matrica, rendszám, állítható meghajtás, LSD ajtó. Nagyjából azt hiszem ennyi. Nem tudom, mit mondjak irányárna a gyerekeket, egy 600 ezeret, vagy én nem tudom. Az is irányár. Na. Viszont itt ez már videón kívül lesz, mert ez már nem hiszem, hogy annyira érdekes lenne. Úgyhogy ennyi, köszönök gyerekek. Legközelebb majd jelentkezem, hogyha van valami fejlemény. Most az eladás után nem biztos, hogy egyből. Majd, hogyha olyan komoly változás van, akkor majd érkezem. Úgyhogy addig is lehetek jó gyerekek. Legyetek jók. Napacsi nektek. Sziasztok.